A Kiskecelányom című dal gyakorolják a gyerekek gitáron Kastélyosdombon. Ádám fél éve játszik ezen a hangszeren, mint mondja, több órát gyakorol naponta. A zenevarázslat táborban pedig új dalokat is megtanult. Egy alapítvány által kezdtük el gyakorolni 6 hónappal ezelőtt, és ugye voltak feltéve hangszerek, amiket választhattunk. Ugye a gitár, azt ugye többször hallottam, és ugye szeretem is, ezért ezt választottam. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet művészeti táborában a zenéjé, azon belül pedig a komoly zenéjé a főszerep 5 napon át. Kastélyosdombón Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongora művész a Zenevarázslat nevű programjával segít közelebb hozni a gyerekekhez a zenét. Az a lényege, hogy a gyerekekhez közel hozzuk a klasszikus zenét, hogy egy kicsit olyan idegennek tűnik számukra, de megértsék a hangok mögött lévő üzeneteket. És azokat az érzéseket, azokat a nagyon sok szépséget, ami ezekben a művekben rejlik. A violin világatársas játék segítségével, a kotta olvasással és a kotta írással is megismerkedhetnek a gyerekek Kastélyosdombón. A segélyszervezet munkáját Wolf Kati is segíti. Az énekesnő már több táborban is együtt dolgozott a gyerekekkel. Mindig feltöltöd, és az összes önkéntes munka, mert alapvetően szerintem ez egy tök egyszerű dolog, mert segíteni jó, és pláne gyerekeknek nagyon jó dolog segíteni. Most jöttem idén, tegnap érkeztem, és tavalyi táborból szaladtak ide gyerekek, a nyakam ugrottak, és az egy olyan megható pillanat volt, hogy nekem is nagyon nagy élmény volt a tavalyi, meg a tavaly előtti pár nap itt, de hogy bennük hogy megmaradt. A kapaszkodó programban a segélyszervezet azon dolgozik, hogy a rászoruló gyerekeket felzárkóztassák. Ebben nagy szerepe van az ilyen és hasonló táboroknak is.